Képzelj el, ha ennek a teli szemetesnek a tartalmát százal megszorozva az ön garázsának kapujába szórnák. A kenyérgyár úton lakóknak ezzel kellett szembenézniük. Nagy Réka riportja. Elkeseredett harcot folytatnak a tulajdonosok a térdig érő szeméttel a kenyérgyár úti garázs soron. Van itt minden. Kiselejtezett ruha, cipő és kispárna. Ez azonban csak a kisebb probléma. A szemétkupacban az egerek mellett ugyanis szép számmal találunk olyan veszélyes hulladékokat is, mint a gumiabroncs, a televízió vagy a festékes vödör. A felháborodást pedig az is fokozza, hogy a szeméthalom nem sokkal a lomtalanítás után jelent meg. A tulajdonosok nem értik, miért kell mások garázsa elé hordani a szemetet, ha a városfenntartók a tavaszi lomtalanítás során lehetőséget biztosítanak a hulladék elszállítására. A szemét látványa ráadásul nem új jelenség ezen a környéken. Mindenki csak mondja, hogy hát ilyen állapot nem hiszi, hogy van valahol még az országban, hogy így kidobálnak mindent. Ennek a több mint a fele nem garázshoz tartozó, nem gépjárműhöz tartozó szemét, hanem zsákba teszi, vagy még abba se teszi, és itt jön, kidobja, és megy tovább. Tavaly sokkal kevesebb volt, mint most, és tavaly elvitték egyszer, de azóta hiába kérjük, nem viszik. Nincs pénzük. A garázs tulajdonosok néha tetten is érik az illegális szemétkupacok tulajdonosait, ám szólni senki nem mer. Nem merünk szólni, mert olyat mondanak, hogy mi köze hozzá. Maga is ide való a szemétbe. Nekem is mondták. Nekem is itt van a garázsom. Az illegális hulladéklerakókkal egyébként nem csak a kenyérgyár úti garázsok tulajdonosai folytatnak állandó küzdelmet. A pár nap alatt megjelenő szeméthegyek felszámolását a város hulladékszállító cége ugyanis már nem tudja finanszírozni. Ráadásul mire az egyik szemétkupacot felszámolják, a város másik végében már meg is jelenik az újabb, önkéntesen kijelölt szemétlerakó. Amikor a városvezetés úgy döntött, hogy felhívást tesz közzé a város kitakarítására április időpontra, akkor azt hittük, hogy mindenkinek fontos ez. Meglepetéssel tapasztaltuk, hogy az április 30-i dátumot követően már két héten belül ismét megjelent olyan helyeken az illegális szemétlerakás, ami nem fogható gyakorlatilag egy-egy szűk területre. Furcsa módon például a garázssorok környékén igen nagy mennyiségű hulladék jelent meg, és azért kínos, mert az önkormányzatnak több mint 1 millió forintjába került azoknak a lerakóknak a felszámolása, amit az április előtti időpontban találtunk. Olyan területeken keletkezett ismét hulladék, és ez részben kommunális, részben pedig mindenféle egyéb lakossági hulladék, ami ki lett takarítva, és gondolok itt még egyszer mondom az Esze Tamás úti garázsorra, kenyérgyár út környékére, mezőgazdasági területek egy részére, és sajnos természetesen újra megjelent ez a hulladék az északnyugati város részben is. Furcsa módon nem csak az ott lakók által, hanem nagyon sok helyen gépkocsival odaszállítva. Mi nagyon bízunk benne, hogy azért előbb-utóbb tudatilag eljut mindenkihez az, hogy ez részben a városnak költség, másrészt pedig büntetést igényel, vagy büntetésre jogosult a város ebben a tekintetben. Tehát én hiszem azt, hogy a köztetfelügyelőknek, illetve a rendőrséget szoktuk kérni ebben a tekintetben, hogy ha tettenérés van, akkor szíveskedjenek azonnali feljelentéssel élni. A köztetfelügyelőknek, közhasznú munkásokat kértük, hogy ha ilyet találnak, próbálják meg beazonosítani a hulladékot, boríték, csekk, bármi alapján, és akkor a szabálysértési eljárás elindul a lerakás ellen, illetve nyilván azok ellen is igyekszünk elindítani az eljárásokat, akik odaszállítják. Tehát van olyan, amikor valaki építkezésből megbíz valakit, hogy x forintért vigyen már el valahova ezt a sittet, vigye el valahova az építési törmeléket, és akkor ez a közterületeken jelenik meg.
mind a kettőt szeretnénk büntetni, illetve a kamerás megfigyelőrendszer erre alkalmas. Mi nagyon bízunk abban, hogy a kamerás megfigyelőrendszer kibővítése, illetve most már a rendőrségre való bekötése a folyamatos megfigyelést is lehetővé teszi. Sokan azzal a 2009-es intézkedéssel magyarázzák az illegális szeméthegyek egyre gyakoribb megjelenését, ami 270-ről 70-re csökkentette az országban üzemeltetett szeméttelepek számát. Már a Gyöngyösi sem üzemel. Ennek köszönhetően az elmúlt években megnövekedett a szemétszállítás díja is. Sokakat pedig a szemét mennyiségétől függően kiszabható, akár 100 000 forintos pénzbírság sem riaszt el attól, hogy a városok határain hagyják a hulladékot. A szakemberek elmondták, a köztereken elhelyezett illegális hulladékot a helyi önkormányzatnál, a magántulajdonban lévő ingatlan területén illegálisan elhelyezett szemetet pedig a települési jegyzőjénél kell bejelenteni. Ám a köztisztaságért felelős vállalat és az önkormányzat mellett a település lakosainak életét is nagyban megkönnyíteni, ha mindenkinek érdekében állna a város tisztaságának megőrzése, és nem kellene évente többször pénzt áldozni a térdig érő szemétlerakatok felszámolására. A gyöngyösiek közül csak kevesen emlékeznek olyan erejű viharra, amely ekkora pusztításra képes egy fát gyökerestül kitépni a helyéről. Vasárnap jött, lecsapott, majd gyorsan távozott, jelentős károkat hagyott maga után. Nem emlékszek a utóbbi időben, nem igen volt. Ennyire nem volt, hogy így a fákat így kidőtse. Ennyire nem volt. Én még soha nem láttam Gyöngyösen ekkorát. A gyöngyösiek közül szinte senki sem emlékszik olyan erejű viharra, amilyen vasárnap csapott le a városra. Ezeket a képeket egyik nézőnk készítette mobiltelefonjával. Jól látszik, ahogy az autó felveri a több centi vastagon hömpölygő vizet. A vihar óriási károkat okozott. Kidőlt fák az út mellett és az úttesten keresztbe. A tűzoltóknak is ez adta a legtöbb munkát. Jellemzően az események túlnyomó többségét vakidőléshez riasztottak bennünket. Ez esetben két alkalommal volt olyan, amikor személyautóra dőlt a fa. A többi esemény vízhivatás volt, ez mindössze három a viharral kapcsolatban. 9 esetben pedig kémény megdőlés, tűzfal megsérülés, meggyengülésnél kellett a kollégáinknak beavatkozni. A vihar a lakosságban is komoly riadalmat keltett. Hát nagyon megrémülve, nagyon-nagyon hatalmas. Fényképeket is készítettem egyébként, hogy zúdult lefelé nálunk is a folyosó le a víz. Jégdarabok, tehát ilyen borsószemnagyságú jegek jöttek. Félelmetes volt, félelmetes. És sajnos úgy hallottam, hogy ezután is lehet majd még ilyenekre számítani. Lapátoltam a vizet, szépen gyűjtögettem laborba. Jókai utcába hömpölygött a víz. Ezek már a kárelhárítás képei. A vihar nem vonult el nyomtalanul, nyomát mindenütt kidőlt fák jelzik. Az erős széllel, jégesővel és felhőszakadással érkező vihar egy úgynevezett multicellás rendszerből alakult ki. A meteorológus azt mondja, az, hogy a viharok ilyen erővel csapnak le, a globális felmelegedés számlájára írható. Egyértelműen visszavezethető a globális klímaváltozás, ugye ezt kezdetektől fogva mondtuk, hogy a klímaváltozásnak az első igazán komoly jele az a szélsőségre való hajlam lesz, és hát ez most már ugye megtörtént, tehát az időjárás az meglehetősen szélsőséges. A zivatarfelhők száma az elmúlt évtizedben nem változott, magyarázza a meteorológus. A viharok intenzitása azonban manapság sokkal nagyobb, előrejelezni pedig nagyon nehéz. Annyit tudunk megmondani róluk, hogy a légkör olyan állapotban lesz, hogy igen, föl tudnak épülni, az, hogy hol és mikor és milyen intenzitásra, azt már ugye néhány napra előre sem tudjuk megmondani, csak azt, hogy megvan-e a hajlam egyáltalán. Hasonló viharok szinte bármikor kipattanhatnak, de a következő napokban ennek jóval kisebb lesz az esélye.
Hát most csütörtökön 9-én vonul át ez a hidegfront, és utána egy kicsit úgy megnyugszik a légkör. Ez nem azt jelenti, hogy egyáltalán nem alakulhatnak ki ilyen zivatarcellák, de lényegesen kisebb az esélye, tehát a csapadékhajlam is alacsonyabb lesz, és hát ezeknek a zivatarcelleknek a kialakulása is valamivel alacsonyabb lesz, mint eddig volt. A károk felmérése még tart, de az már biztos, hogy több millióra tehető, egyes források szerint pedig a több 10 milliót is elérheti. Ez volt az Extra június 9-én. Következő adásunkkal nem várunk addig, amíg itt van ő. Július 9-én ismét jelentkezünk, addig egyszer ismétlünk. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!